Emlékmű alapzatot avatott a múlt héten a Jókai Múzeum és Közművelődési Egyesület a Városi Művelődési Központ előtt. A tervek szerint egy szobor is felidézi majd a reformkor és a magyar romantika korának neves művésze, Egressy Béni alakját, aki éppen 200 esztendeje született. Kustyán Ilona, az Egyesület elnökségi tagja ünnepi beszédében így fogalmazott. Egressy Béni két szálon is kötődött Komáromhoz. Felesége városunkbeli lány volt, és amikor az ő művelet győztes, a szózat megzenésítését célú tűző pályázaton országos hírnevet szerzett. 1848-ban Kossuth Lajos felhívására önként jelentkezett közlegénynek, egy évvel később pedig a hőstábornok a honvédsereg zenei igazgatójává nevezi ki. Fiatalon 37 esztendős korában hunyt el. Emlékművekre, emléktáblákra különösen itt van szükség, mert tudnunk kell, honnan jövünk és hová megyünk. Aki ezt nem tudja, az Goethe szavaival élve, olyan ember lesz, aki napról napra csak létezik, de nem él, hangsúlyozta Kustyán Ilona.